Bécsváros Mazsorett együttese és tánckara még az ünnepi koncertet megelőzve egy hangulatos bemutatót tartott a közönségnek a Kodály Központ előtti szabadtérben. Bécs polgármestere Péterfi Attila videóüzenetben mondta el köszöntőjét az Idősek Világnapja alkalmából, ezt már bent a hangversenyteremben. Többek között ezekkel a szavakkal szólt az idősekhez. Örömmel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepi koncertünkön. Újra együtt ünnepelhetjük Bécs közösségének bölcs és tapasztalt tagjait. Ahogy Rousseau mondta, az életkora nem a fizikai erőnk nő, hanem a lélek ereje. Az öregség a lélek aranykora. Ezek a szavak hűen tükrözik azt a belső gazdagságot és erőt, amit Önök sugároznak felénk nap mint nap. Az évek során szerzett tudás, szeretet és tapasztalat nem csak az Önök életét teszi teljesebbé, hanem teljes közösségünket formálja és tanítja. A fellépő együttesek közül Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója elmondta, évek óta hangsúlyt fektetnek az idősek világnapi megemlékezésre. A tiszteletadás számukra is nagyon fontos. Pécs egy olyan csodálatos hangversenyteremmel gazdagodhatott 14 évvel ezelőtt, amely mindannyiunk közös eredménye, az időseké is, akik életpályájukkal a Pécs és régióban végzett szakmai tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az a város az legyen, aminek ma ismerjük és szeretjük, és amelynek ilyen gazdag kultúrális élete lehet. Magától értetődő, hogy hívjuk őket, és mi is nagy szeretettel köszöntjük őket, és próbálunk visszaadni valamit abból, amit tőlük kaptunk. Évek óta részt vesz a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola az idősek napi ünnepségen. Pécs polgármestere kérte fel a zenei művészeti neveléssel foglalkozó intézményt a szereplésre, mondta Verle Marietta igazgatóhelyettes. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy vannak tehetséges növendékeink, akik alkalmasak arra, hogy kiálljanak színpadra, vannak tehetséges nagyszerű kollégáink, akik foglalkoznak a gyerekekkel, de nem csak erről van szó, hanem azt gondolom, hogy az idősek azok egy különleges kapcsolatban vannak a gyerekekkel, oda és vissza. Fontos, hogy egyrészt mi, akik fiatalabbak vagyunk, kifejezzük a hálánkat az idősek felé, és az időseknek pedig azért ő talán megmelengetjük kicsit a szívüket, hiszen valahol az unokáikat látják a gyerekekben, mikor oda a színpadra állnak. És mindenképpen azt gondolom, hogy minden kollégám is, a gyerekek is, itt az iskola vezetésünk is nagyon pozitívan áll ehhez a rendezvényhez. Az ünnep mindkét napján, szeptember 30-án és október 1-én is 11 és 14 órakor felcsendültek ismert és kiváló dallamok. További fellépők voltak a Pécsi Nemzeti Színház művészei, Vermes Tímea és Bergovec Dávid. Az Idősek Világnapi ünnepi műsort Pécs megyei jogúváros önkormányzata szervezte. Az előadásról bővebb ebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.